Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a mélyvízben. A Klik TV műsorában is köszöntöm Széntalan Sanyi barátomat. Szia, jó napot. Szia, és azóta foglalkoztat a dolog, hogy két héttel ezelőtt itt ültünk egymással szemben, és miközben mi itt ültünk egymással szemben, ugye a köztársasági elnök kiengedte Budaházy Györgyöt, és hát bosszantott, hogy egy fontos dologról, ami akkor történt, a néző nyilván nem maradt le, mert sok helyen nyilatkoztál, de mégis úgy érzem, hogy így mi valahogy másként beszélgetünk, és azért hozom most is elő. Mert ráadásul van egy ilyen furcsa aktualitása a dolognak, hogy ugye most egy éve köztársasági elnök Novák Katalin, igen, és hogy a mai magyar nemzetben nézőpont hozott is egy nagyon friss kutatást, és meg fogsz lepődni. Az eredmény született, hogy a magyarok 62%-a elégedett, és még egy mondatot engedj meg, hogy az az aranyos benne, hogy a kördiagramban egy aranyos baki, mondanám, az van, hogy inkább elégedett 62%, a következő inkább elégedett 32%. Szóval, na de ez a freudi elszólás benne van. Sanyi, amikor lóháton kijött Budaházy György, akkor mit éreztél? Bosszúvágy volt benne? Semmit, hát egyrészt én pontosan tudtam, hogy ki fogják engedni. Nem kellett oda túl sok fantázia különben. De miért nem vicceljél, mert azt egyébként nagyon díjaztam, amikor a múltkor beszéltünk róla, emlékszem, amikor csökkentették a büntetését, azt mondtad, hogy olyan értem, nem is bánod, mert már nem emlékeznek rá, olyan régen volt, stb. De azt nem mondtad, hogy hát úgy ki is fogják engedni. Hát az a helyzet, hogy azon gondolkodom, de lehet, hogy mindegy. Az biztos, hogy jóval előttem áll, amikor a harmadfok, ugye? A harmadfok volt az, amelyik tárgyalta és csökkentette. Mindegy. A jogerős bírósági döntés előtt, ő azt hiszem házi őrizetből, vagy mit tudom én, micsodából, vagy elhagyási tilalomból ment a bíróságra. És akkor ő, érdekes, ezt elmondtam már legalább egy tucatszor itt, meg ott, meg amott, meg hát maga a jelenség akkor. A bíróság előtt megszólította egy újságíró, és kérdezett volna valamit, és akkor a Budaházy meglehetősen pökhenni módon visszakérdezett, megkérdezte, hogy te zsidó vagy? És akkor a csávó azt mondta, hogy igen, és akkor az ember erre azt mondta neki, hogy az ember acculé, hogy na, akkor neked nem nyilatkozom. Ez fenn van a Facebookon, az interneten. Én akkor ehhez írtam kommentet. Nagyjából tudják, hogy föl fogják menteni. Ki is mutatta a foga fehérjét. Nem tudok ehhez mit hozzáfűzni, egyébként az evidens, csak ma már azt gondolom, valamilyen rejtélyes okból idejött egyébként a kritikus ellenzéki sajtót is, hogy elfordította a fejét ettől a dologtól. Mármint a zsidózástól vagy? Igen. Ne haragudj már, ott áll a pasi és pacekben azt mondja 2023-ban, hogy a zsidónak nem nyilatkozom. Hát nem szakad le az ég. Hát bocsánat, kérlek. Tehát nem voltam meglepve. Indulatba se jött ő? Mi? Indulatba se jött? Akkor? Nem akkor, most is indulatba jössz. Hát, nem, akkor, amikor megláttad lóháton a Budaházyt. Nem. Akkor indulatba jöttem, amikor zsidózott. Most is indulatba jövök, nem azért, mert kiengedték, hanem azért, mert te is úgy nézel rám, mint egy hülyére. Hát már ne haragudj, ettől hogy az Istenben ne lennék indulatba? Nem attól, hogy kiengedték. Amúgy egyébként nem pontos Péter azt, hogy sajnáltam. Arról van szó, hogy mindenkinek jár a tisztességes, jogszerű eljárás. Neki is, a társainak is.
és a magyar társadalomnak meg tartozik azzal az igazságszolgáltatás, hogy a lehető legrövidebb idő alatt meghozza a döntéseit, és kinyilvánítja, hogy mi számít bűnnek ebbe az országban. Tehát a magyar társadalom érdekei, a nemzet érdekei sérültek akkor, amikor olyan sokáig tartott ez az eljárás, hogy ma már jószerivel senki nem tudja. Sanyi, én nagyon magas... Jószerivel senki nem tudja, hogy mi történt. Én nagyon magasra értékelem a te igazán liberális felfogásodat. Téged majdnem nagyon vertek. Ne mondd azt nekem, hogy amikor megláttad azokat a képkockákat, hogy az ember, aki zsidózott is mellesleg, kijön a börtönből és fölpattan egy lóhátra, akkor nem nyílt ki a bicska a zsebedben. Miután én tizenvalány éve együtt élek ezzel a történettel, meg azzal, ami ebben a társadalomban és ebben az elitben együtt él, sok mindent kapcsolatban immunis vagyok. És amikor megláttam, hogy lovon kijön meg, hogy fölmentették meg, hogy a pápára hivatkozott, akkor is indulatba jöttem. Nem magam miatt. Ez a történet lényegét illetően, én persze, én ennek elszenvedője vagyok, amúgy egyébként ez körülbelül mindenki leszarja, én nem szarom le, foglalkoztat is, de ez a magánügyem. Nem a magánügyem, hogy a pápára hivatkozva felszentelik a nyilas mozgalmat, az nem a magánügyem. Na ezért persze, hogy föl... Az a magánügyed, Sanyi, hogy agyonvernek. Jó, ezzel mondjuk ideig senki nem törődött, de ezt most tegyük félre, és nem is érdekel. Nem akarom ezt, nem akarok erről beszélni. Nem igaz, hogy senki nem törődött. Nem mondd ezt. Nem akarok erről beszélni. Nem akarok erről beszélni, hogy minden félrevisz. Mindent. Az egész történetet félreviszi, és most már posztfeszta vagyunk. Ebből a sztoriból kellett volna tanulni, azért megint dühös vagyok, persze, mert azt látom, meg azt tapasztalom, hogy nem tanul belőle senki. Akkor vagy posztfeszta, ha benned nincs félelem. Összesen két olyan feldolgozás született a magyar sajtóban. Kettő. Amelyik ebben most az utóbbi napokban, vagy egy-két hétben, vagy nem tudom, izében mondjuk, feltárta, vagy bemutatta, törekedett arra, hogy bemutassa, hogy mi is történt valójában. Tehát mit tudom én, hogy a volt parlamenti képviselőtársam házát tényleg a paraszthajszálon múlott, hogy nem gyújtották föl, és mondjuk az égő házművek nem pusztultak el. Ma már ezek a nyilasok Budaházival az élen, hazafiak. Ők ma a nemzet hősei. Jelentős részben egy csomó ember esetében. A váltók egy jelentős esetében. És mondom, kettő olyan történt. Az egyik volt, akár reklám, akár nem, az RTL klubnak a Házon kívül című műsora, amely fölidézte a történetet, amennyire egy ilyen rövid anyagban meg lehet csinálni hibátlanul. Sőt, még abban is zseniálisak voltak, különben hajragozva egy pillanatot, hogy lényegében ez az ember arcú, hogy is mondjam neked, lényegében bevallott a vétkeit, na mindegy, ez az ő dolguk. Meg hát a Fiala csinálta egy interjút, így aztán végigmentünk valamilyen szinten magán a sztorin. De igazából a dolog, hogy mitől terrorizmus, és hogy a terrorizmus nem attól terrorizmus egyébként, hogy pancser terrorizmus-e, vagy mit tudom én, 10 ember halálát okozta. Ezeknek az embereknek a cselekményei azért nem vezettek végzetes üzékhez, mert egyébként pancserok. De ettől még a terrorizmus terrorizmus, mint ahogy az ország pancserország, és ez egy pancserfaszizmus. Hidd el, Péter, komolyan mondom, nem fogok itt neked esküdözni, nem. Persze, hogy fölcsesztem az agyamat, de ettől csesztem föl az agyamat, hogy ezt lehetett tudni, lehet látni, és itt a terminológiai vitákkal szarakodik a magyar politikai elit, ahelyett, hogy a rendszert, mint olyat definiálná, és ehhez viszonyítaná a magyar nyilasokat leszámítva a magyar ellenzék a politikáját. Hogy a politikai rivális, a politikai ellenfél, akit le kell győzni, ez a rendszer. Ehhez képest akár mit kapcsolok be, hallok, ugye, mit tudom én, hogyha az egyik van bent egy vita műsorban, akkor szépen elmondja, a másik egy barom, mert tüntet, mert ha a másik van benn, akkor nem ezt kéne csinálni, hanem valami mást.
amit mi csinálunk, mondják, azok a pártok, akik értelmezhetetlen nagyságrendűek, mondjuk is összességében lehetnének kihívója a rendszernek magának. Hát ugye erről mennyiszer beszéltünk. Itt, igen, hogy, jó, de... És akkor mit tudom én, vagy hallgatom az egészségpolitikusait az ellenzéki pártoknak, és azt mondja az egyik barátom, akivel valaha, meg jóban is vagyok itt, és akkor elmondja, hogy, és akkor, hogy szakmailag ezt így kéne, meg úgy kéne, és akkor nem tud ez a kormány kormányod, de dehogy nem tudja pontosan milliméterre, mint tankönyvszerűen, hogy kell fasizmust csinálni, hogy kell korporatív államot szervezni, hogy kell államosítani a szakszervezeteket, és a többi. És akkor ezen merengenek, miközben arról szól a dolog, hogy a magas magyar egészségügyből kiveszik a lóvét. Még egy személyes kérdést azért még engedj meg, utána még ugyanezen megyünk tovább, csak másként, hogy félelem sincs benned? Hát figyelj, minden egészséges emberben van félelem, persze. Nem. Tudod, hogy én annak idején, nekem annak idején azt mondták a rendőrök, meg a posztraumás stressznél, a vizénél, hogy kérjek fegyverviselési engedélyt, és idén nem vagyok hajlandó ebben élni. Nekem volt mit megszoknom, előtte már minden volt, hát ez nem úgy történt, hogy egyszer csak fölkeltek reggel, és oda jöttek és felvágtak. Én akkor, vagy mit tudom én, elkövettem egy hibát, hogy nem tettem rendőri feljelentést az események előtt, de hát azért azt gondoltam, máj napig valószínűleg abszolút megalapozatlanul, hogy nem egyedül vagyok, aki észreveszi, hogy mi történik ebben az országban. De miért félelem? Voltál ennek félelem, amikor kimegyek az utcára, a félelem az egy baromi egészséges emberi ösztön. De én nem arról beszélek, hogy lehet, hogy a fejedre fog esni valami, hanem hogy a fejedre fognak vágni, mint ahogy egyszer már fejedre vágtak. Esküszöm neked, amikor megjelentek ott a garázsba, és megláttam őket, és rohantak felé, megkönnyebbültem, essünk túl rajta. Nekem érdemben volt halálközi élményem, nem véletlenül történt az, hogy ugye, mint nem voltam teljesen tiszta, akkor ugye szerencsétlen hülye Gajdicsot hívtam föl, és annyit mondtam neki, hogy idefegye elkaptak a gecik. És akkor tudta, hogy mit kell csinálni, kell hívni a rendőrt, kell hívni a mentőt, és a többi nem tudtam kommunikálni a világon. Mindegy, hát most nem tudok itt mondani ennél többet. Nem fogok így járkálni az utcán. Én nem mondtam, hogy ide, hát nem a de, csapat... nekem van, kit féltenem, van a gyerekeimet, az unokáimat, igen, féltem a jövőt. De hogy lehetsz-e még célpont most is? Figyelj, miután ez az ő részükről is tud, vagy ezen, akármi lehet, ez már, hogy tetszik, már akkor is régen személyes ügy volt, személyes ügy is volt. Mert én izzelgettem őket, ugye az akkor kormánypárti nézősereg és baloldali liberális nézők, nem nézte senki, hogy a Hír TV-ben mit műveltem, amikor a TV ostrom ment meg egyebek, mert hát ugye jellemzően azzal szoktunk dicsekedni, hogy mit nem nézünk és mire nem figyelünk oda. Meg amikor azok a perek voltak, amitre szoktak hivatkozni, jó, nem hívtam ki a sajtót, nem csináltam festett végzést, 101 néhány fős tüntető sereg fogadott engem a bíróság előtt, izébe, hazafias micsodákba. Ellenem tüntettek. Igen, hozzáteszem különben, hogy ott volt az éves történés, amikor az első ilyen volt, és annyian voltak, hát nem is gondoltam. És akkor ugye a hátsó udvarban, a harmadik kerületi bíróságban nem féltem be, annyian voltak a folyoson, és sokan voltak, de amúgy sem lehetett volna dohányozni. Kijöttem a bíróság épülete elé, rágyújtottam, és ott állt egy fej, ezüstmetál Mercedes a parkolóban a másik oldalon, és ott álltak a hazafiak sorba, és osztogatták nekik a borítékot. Szerintem mi volt benne? Tehát ne folytassuk ezt. Az ebben a rémes, ez a rémes. A magyar állam lényegében a hivatalos politika rangjára beemelte abba a politikai keretrendszerbe, amit NER-nek hívnak, beemelte a szélső jobbot, ki döntse, hogy hívja a nyilasokat, a fasisztákat, nekem tök mindegy, a lényeg. Kinek lehet ezzel elszórakozni, hogy akkor most fasizmus-e vagy mi. Maradjunk a nyilasoknál, azok ma úgy is voltak.
Kell, figyelj ide, kell nekik, mert különben arról kéne magyarázatot adni, hogy mondjuk a Gálvölgyi miért nem kerül kórházba. És miért kell ahhoz, hogy a Gálvölgyihez ne menjen ki a mentő, hogy a magyar társadalom észrevegye, hogy a magyar egészségügyet fosztogatják, nincs pénz, nincs izé. És így jutunk el odáig, hogy mondjuk azzal elégítik ki a magyar társadalmat, hogy ez a bunkó, az Országos Megszűrőszolgálat szóvivője arról hadovál, hogy amúgy meg milyen baromi nagy egyenlőség van ebben a társadalomban, mert az nem érdekes, hogy mondjuk kinek milyen neve van és mennyire nagy hírű, mert mindenkihez úgy megy ki a mentő. Így? Mindenkihez? Ez a cél? Hát mert ugye azt mondja, de most nem akarok a Györfi párról beszélni, meg arról, hogy én nem a Györfi párról beszélek, hanem a magyar egészségügyről, és arról beszélek, hogy hogyan viszonyul és hogy etetik a népet. Hát a Györfi le van szarva, ha helyette lett volna valaki, akkor más mondta volna ugyanezt. Csak azt mondta, Györfi... hogy, de hát, mint hogy beszorolják, hogy mi? Első meg második kategóriás beteg. Ne, Péter, a lényeg, maradjuk a lényegnél. Azzal próbálja ezt a lépést, hogy mondjam, hangulatilag megágyadni, hogy itt mindenkinek ugyanaz jár. Ja, én értem, persze, hogy itt egy nivellátás van a mentőségnél. Hát, na most érted. Hát, de mert térjünk annyiban vissza Budaházihoz, hogy ugye azzal vezettem föl, hogy most egy éve Novák Katalin a köztársasági elnök. Nyilvánvalóan mindenki tudja, semmi közel eredendően a Novák Katalinnak hozzá, de megtehette volna, hogy nem írja alá az előterjesztését az igazságügyi miniszternek, ugye Varga Juditnak, és megtehette volna-e Varga Judit, hogy nem engedelmeskedik Orbán Viktornak? Mert ugye gondolom, hogy ez Orbán Viktor abszolút, döntése. Hát nyilván abszolút autentikus forrásból tudjuk, hát most irónia akart lenni, ugye a nyilasok is úgy interpretálják a dolgot, hogy ez politikai döntés volt. Amúgy fel szeretném hívni az érdeklődő közönség figyelmét arra, hogy tort ülnek. Tehát tudom, hogy most megint hagyj ironizáljak, ennyiben a lelkem megkönnyebbül, hogy ki mindenki miben büszkélkedik, hogy mit nem néz és mit nem olvas. Elmondanám, hogy a szélsőjobb tort ül. Meddig tart? Honnan kezdődik a szélsőjobb és meddig tart? Hogy... Manapság a Fidesznél kezdődik. Manapság, hát nagyjából az a tónus van, amit a Kurucinfo tónusa, hát azért, ha aki figyelmesen elolvassa, hogy más nem mondjak a jelenleg regnáló vezérkari főnök történelmi interpretációt, amit én nem történelmi interpretációnak gondolok. Az egy megfelelő vágyás. Az egy politikai, nem arról van szó, hogy Berendi nem tudja, vagy megbukna az érettségi vizsgán. Arról van szó, hogy a jelenlegi politika agresszorpárti. Annyit már segítsünk a nézőknek, mert biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. Ugye az új vezérkari főnök azt mondta, hogy lokális háborúnak indult a második világháború, mert, és azt meg lehetett volna állítani, ha lett volna valaki. Ugye, a lengyelek lerohanása után, ott szépen letárgyalják, hogy még Adolf Hitler mit szeretne, mit nem, és akkor felhívnám a figyelmet, hogy előtte már egy csomó lépés történt, és minden egyes fegyverszünet és minden egyes békekötés, lásd Chamberlain, háborúhoz, további a háború eszkalációjához, eközben Németország megerősödéséhez vezetett. Vagy más nem mondjak, ugye, amikor Elzász Lotaringiát elfoglalták a németek, és akkor nem menjünk el, mert tényleg elviszi a vizet, amikor elfoglalták Elzász Lotaringiát, akkor még a francia hadsereg erősebb volt számában és technikájában is, mint a német hadsereg. De ezt most tegyük félre, a dolognak az a lényege, ugye, hogy ma már tényleg a Fidesz politika centrumában van, a szélső jobb retorika, és nem egyszerűen ideológiailag. A politikai praxis. Azt kiszámítja szerinted, mert ugye ez a mondandódnak a több a lényege, hogy voltak éppen a magyar médiát, a magyar társadalmat sem különösebben rázza meg, hogy egy ilyen embert kiengedik. Voltak eltelt két hét azóta, voltak éppen egy ilyen ügynek minden nap napirenden kellene lenni. Tehát Orbán ezt jól kiszámított, hogy nyugodtan megtehetem, hogy kiengedem. Ez is át fog menni a magyar társadalmon. Át fog menni, hát ugye az a közeg, amelyik, vagy választói kör, az a politikai kör, az ellenzék, től az ellenzéki szavazóig nem fogja föl.
De a szegény ellenzéki szavazó honnan értesülne, ki interpretálja neki mindazt, ami történt? Hát ez se. Néhány sajtónyilatkozat, egy közlemény, ennyi. Ugye nekem ezért szar erről a dologról beszélni, mert benne vagyok a közepében, mert végül is engem vertek fejbe. De hát, hogy csak a kolléganőre hivatkozzak. Meg még egy releváns megszólalás volt a Hiller Pistáért ugyanabban a RTL műsorban. És én nem azt mondom, hogy hát mi is már mióta beszélgetünk erről, hát mennyi elágazása van ennek. Tehát nem egyszerűen, és nem budaházi ügyről van itt szó. Nem, arról van szó, hogy hát most nem akarok belemenni, abban figyeltem, hogy milyen érettségi tételek vannak. Hogy ugye itt volt ez a konzervatív siserehad, ugye a lepukkant republikánusok, meg egy ilyen félnáci gyülekezet. És itt lehet házalni, vagy lehet rendezvényt tartani, és most itt nem a rendezvénytartással van bajom, de például... Ez a csókakői összejövetelről beszélsz. A győri összejövetelről beszélek, ahol kiáll ez az öngyűlölő zsidó Izraelből kikapott magyar zsidó, és föláll, és azt mondja egy teremben, közönség előtt. Elmondhatja, nincs nekem ez a semmi bajom. Hogy az utolsó nagy európai politikus Adolf Hitler volt, és ez a NER média és a NER izérnek az egyik zászlóbivője. És akkor ott tolják, és akkor áhítatos magyar közönség Győrbe, ott nem áll föl senki, és nem mondja, hogy uram, álljon már meg a gyalogmenet. Miért a riporter Böröndinél visszakérdezett, hát, hogy tetszett-e járni? Tanulni történelmet? Ne ragadjuk le a történelmet, mert ez nem történelmi probléma, ez egy jelenállás szerinti konkrét politikai probléma. Amúgy egyébként van ennek válsága is, ha már egy kicsit, akár ha úgy tetszik, bulváros. Hát hogyan letekben van az tényleg a magyar vezérkari főnök, akiről egyébként szakmailag mindenféle jókat mondanak, tényleg csak akkor láthat politikai vagy karriert a magyar hadseregben, hogyha neki áll itt szittyázni. Ezek mind azok a hívó szavak, ami ennek az egész nyilasfíros csapnak a fundamentumát. Tehát itt olyan abszurd történelmi párhuzamok vannak, Horthy kiengedte Szálasit. És én nem túlzok, mert hogy ugye itt gazdasági, szociális és mindenféle értelemben nagyon komoly és egyre komolyabb lesz a helyzet, ráadásul politikailag és bezárulják az országot. Tehát azért nézd meg a lengyel-magyar viszonyt, nézd meg azt az elkötelezettséget, ami elképesztő dolgokhoz vezetni. Teszem hozzá például, bármilyen furcsa, nem vagyok én hülye, ítélek, milyen fontos dolog az akkumulátor. Ez így van. És most egy ilyen akkumulátor telepet csinálnak Magyarországból. És nyilván az akkumulátoré a jövő, de hát az szerintem egyszerű észre belátható, hogy nem kell ezt túl spilálni, hogy egy ilyen kicsi országban, ahol alig van víz, alig ez meg az, Amerikában is a sivatagba teszik az akkumulátorgyárat. Nem véletlen, hogy ide jönnek egy csomóan. Azért, mert itt minden feltétel nélkül ebből romok lesznek. A magyar külpiaci export, a magyar export 80%-át a multinacionális vállalatok produkálják, a magyar gazdaság a 100%-nak a 20%-át. Nem arról van szó, hogy én most multiellenes retorikát nyomok, mint egyébként itt széltébe hosszában sok szerencsétlen olyan dumák mennek, amik a marxista-leninista középiskolában annak idején szekundához vezettek volna. Nem a multi terrorizál, mi adja, ez a hatalom a túlélése miatt. Az egyetlen maradék lehetséges túlélése miatt kiárusítja ezt az országot az első olyannak. Na most ezt majd politikailag kezelni kell, Péter. És nem lesz más módjuk, csak az elnyomás fokozása.
És ehhez kell a szélső jobb? Az is kell. Hát persze, ki? Hát de arra nem válaszoltál, hogy mondhatott volna Novák Katalin nemet, vagy mondhatott volna Varga Judit nemet, vagy ugyanúgy, mint Böröndinél adni ez a mondat, a megfelelni vágyás az olyan erős. Péter, ha ez a hölgy olyan identitással bírt volna, amilyennel nem bír, akkor nem lesz Orbán Viktor köztársaságának elnöke. Ezt is nem vállalja el. Ha Varga Judit igazságügyi miniszter lenne, vagy volna valami köze a saját szakmájához, akkor nem lenne igazságügyi miniszter. Hát ebben a rendszerben olyan igazságügyi miniszterre van szükség, aki nem igazságügyi miniszter. Hát most ecseteljem, hát lényegében egy selfie királynő. Egy olyan ember, aki egyébként, akinek a minisztériumában tolvajbanda ül, és fosztogatják az elesetteket, a megalázottakat és a megszomorítottak, és ezt az igazságügyi minisztériumban csinálják. Hát az milyen igazságügyi miniszter? Hát ez parancsokat, ez kápó. Novák Katalin is kápó. Most az, hogy népszerű. Hát ez a hülyék országa, kedves Péter, itt mindenki népszerű volt, aki úgymond abban a látszatban keveredett politikailag, hogy nem csinál semmit, csak mutogatja magát. Hát tudsz te olyan köztársasági elnököt? Volt olyan köztük, aki méltó volt erre a szerepre, aki nem volt népszerű. Függetlenül attól, hogy egyébként milyen, vagy nem ő volt a legnépszerűbb. Lehet, hogy tévedek, de az én emlékeim szerint az elmúlt 30 évben olyan köztársasági elnök nem volt, aki mellett volna népszerű. A legnépszerűbb, bocsánat. A legnépszerűbb. Hát nem eszik szappant, nem köp az asztalra, miközben egyébként oda köp. Lehet, hogy nem az asztalra, nem az asztal alá, bár most Novák Katalin ebben az esetben igen. Hát most a pápára való hivatkozáson nem is beszélve. Hát még ráadásul beemelték a szakralitásba. Hát hazafiak. Mitől hazafiak ezek? Attól öregem, hogy például csináltak egy jó biznisz abból, hogyha nyomtatsz egy olyan pólót, ami rá van írva, hogy hazafi, jó pénzre el lehet adni. Sanyikám. Na mi a helyzet? Örülök, hogy beszéltünk, annak én örülök, hogy ilyenekről kellett beszélni. Hát én sem. Lennék én már nyugger. Hát egyébként most... Ne legyél csak nyugger. Ott van, tegnap született 7 kiskutyánk. Hát most nekem felelősségem van. Gratulálok hozzá. Nekem felelősséget kell vállalnom. 7 kiskutya az a nagy dolog. Hát azon kívül még ott van 5. Igen. Ugye? Nem baj, jönnek és megesznek mindenkit. Mi? Mint a kutya, amely hetet kölykedzett. Igen. Sanyi, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Köszönöm. Vigyázz az egészségedre és magadra. Én féltem. Oké, okay, úgy lesz. Nyomulunk. Oké. Okay. Köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra.